Üdvözlöm az Oxigén televízió nézőjét! Önök regionális hírösszefoglaló műsorunkat látják március 18-án szerdán. Két győri játékos kapott meghívót Dárdai Páltól a labdarúgó válogatottba. 44 millió forintból újult meg a kék túra útvonala, és életveszélyes sérülésekkel szállított a kórházba azt a férfit, akit Tatabányán sebesítettek meg több készszúrással. Ezekkel a témákkal is foglalkozunk mai híradónkban, most pedig mutatjuk kiemelt híreinket. A nyomozás lezárása előtti utolsó pillanatokban találtak a rendőrök négy gyanúsítottat az 5 évvel ezelőtti, a győri vasútállomáson meghalt lányügyében. A 22 éves áldozat kiesett a mozgóvonatból, majd egy másik szerelvény halálra gázolta. Sarki fények tűntek fel az ország több részén. Nagyon ritka, hogy ezt a jelenséget Magyarországon is látni lehet. Különleges vendége lesz az idei Kántáros Gálának a jótékonysági rendezvényen, a győri filharmonikusokkal a friss Kossuth Díjas, Bede Fazekas Csaba is fellép. És a folytatásban is marad a tavaszias, enyhe időjárás. Adásunk végén részletesen is elmondjuk, milyen időre számíthatunk a következő napokban. Tolatóvonat gázolt halálra egy fiatal lányt 5 évvel ezelőtt a győri vasútállomáson. A feltételezések szerint azért, mert kinyílt a vonat ajtaja, amelyen utazott, és a sínek közé esett. Egészen idáig nem találtak felelősöket, most az elévülés előtt pár nappal azonban a rendőrség 4 gyanúsítottat állított elő, mindannyian vasúti dolgozók. 5 évvel ezelőtt történt a tragédia Győrben, amikor is a 22 éves lány kizuhant a vonatból. A zuhanás túlélte, de azt, hogy a síneken fekszik, senki nem vette észre, ezután egy tolatószerelvény gázolt a halálra. A szülők azóta minden követ megmozgattak, keresik a felelősöket lányuk haláláért, most úgy tűnik megtalálták őket. Az ügyészi álláspontnak megfelelően a győri rendőrkapitányság 4 gyanúsítottat hallgatott ki halált okozó vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége miatt. Miután a gyanúsítotti kihallgatásokra az elévülés bekövetkezését megelőzően került sor, így a bűncselekmény büntethetősége nem évült el. A gyanúsítotti kihallgatásokkal az elévülési idő félbeszakadt, és azzal újra elkezdődött. A gyanúsítottak védekezésének leellenőrzése, a nyomozás feladata jelenleg április 17-ig áll rendelkezésre a nyomozati határidő. Talán nem volt olyan kő, amit nem mozgattunk volna meg. Én nagyon sokat köszönhetek a médiának, ezt nem győzöm elégszer elmondani. Még a közigazgatási eljárásban sem lett volna ennyi eredmény, vagy ennyi vizsgálat, hogyha nincs az, hogy segítenek nekünk. Én azt gondolom, hogy az embernek anyagilag is, erkölcsileg is, lelkileg, meg idegileg is, sőt egészségileg is nagyon komoly, tényleg nagyon-nagyon nagy terheket jelentett, de nincs az az ár, amit most már az Ilcsi emlékeért ne tennénk meg, és megyünk is tovább. Az édesanyja még egy embert szeretne a gyanúsítottak között látni. Azt mondta híradónknak, hogy ha a kalauz úgy cselekszik, ahogy a kötelessége előírta, akkor a lányuk megúszta volna a balesetet. A kalauzt két szintén a vonaton utazó lány figyelmeztette, hogy esetleg baj történhetett. Rögtön mondták neki, mert megnézte az ajtót, nyitva volt, tehát a kalauz is látta a szemével, hogy nyitva volt az ajtó, és egy percen belül mondták, hogy volt itt egy lány, és kivágódott az ajtó. És a kalauznak ugye kutya kötelessége lett volna, hogy beszól szolgálati mobilon, nézzenek utána, mi történt, mi volt itt, vagy vészféket húz. Tehát innentől a két lány felelőssége átadódott a kalauznak, ő a szakember, neki tudnia kellett volna, hogy ebben az esetben mit kell tenni. A szülők elsődleges célja, hogy bebizonyítsák azt, hogy a lányuk nem szándékosan ugrott ki a vonatból. Ő nem az a lány volt, aki kiugrott, aki kinyitotta az ajtót, hanem ez egy vétlen olyan baleset volt, ahol emberi vasúti gondatlanság miatt halt meg a lányunk, és ezt most már több ponton is be lehet bizonyítani, illetve ezek az adatok eddig is megvoltak ám, tehát a teljes közigeljárás alatt készen volt minden. A 3. hónap után le lehetett volna ezt az ügyet úgy zárni, ahogy most kezd zajlani. Ez az egyik, ami motivál, hogy az Ilcsi igazsága meglegyen. A másik dolog pedig az, hogy ha tényleg megvannak a hibák és a felelősök, akkor vonja le a következtetéseket mindkét vasúttársaság. A lány szülei ezen kívül azt akarják, hogy a vasúttársaságok javítsák ki az esetleges hibákat, hogy más szülővel ne történhessen meg hasonló tragédia. Ingyenes gyógyúszással várja a gyerekeket a Rábakvelle fürdő Győrben. A lehetőséggel azok a 18 éve alattiak élhetnek, akiknek valamilyen mozgásszervi rendellenességük van, szív- és érrendszeri betegséggel, aszmával, hiperaktivitással vagy túlsúllyal küzdenek. A kezdeményezést az Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatja, a szolgáltatás igénybevételéhez azonban orvosi igazolás szükséges.
Gyerekek úszkálnak a sátras uszodában. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatásának köszönhetően, akinek mozgásszervi gondja, szív- és érrendszeri megbetegedése, légzőszervi problémája van, hiperaktivitással vagy éppen túlsúllyal küzd, ingyenesen vehet részt a Rábakvelle fürdő gyógyúszásán. Ahhoz, hogy a gyógyúszás kezelésekre el tudjon jönni a gyermek, egy kisebb orvosi kört kell megfutni a szülőnek és a gyermeknek. Először a gyermekorvostól vagy az iskolaorvostól kell beutalót kérni szakorvoshoz a panasznak megfelelően. Utána a szakrendelőben az orvos megvizsgálja és a megfelelő kezelésformát kiírja, tehát megvan hozzánk a beutaló. El kell jönni a Rábakvelle gyógyászatára, és személyesen regisztrálni kell. A kúra legfeljebb 52 kezelésből állhat, és 26 hétig tarthat. A 18 év alattiak hetente két alkalommal érhetnek a lehetőséggel. A gyógyúszás kezelés 45 perces és szakoktató tartja. A különböző úszásnemekben történik a foglalkozás, attól függően, hogy a gyermeknek milyen fáj, melyik izomcsoportot kell mozgatni, esetleg mondjuk csípődeformitása, rövidebb lába van. A gyógyúszásra jelenleg nagyságrendileg 60-an járnak. A fürdő azt tervezi, hogy olyan gyermekek felé is nyit, akik még nem tudnak úszni, de szeretnék igénybe venni a szolgáltatást. A speciális úszásoktatás részleteivel kapcsolatban későbbre ígértek tájékoztatást. Sarki fénynek lehettek szemtanúi az ország több részén a szemfülesebbek. Nagyon ritka, hogy ezt a jelenséget Magyarországon is látni lehet, és akkor is csak olyan helyeken, ahol kicsi a fényszennyezés. A mostani sarki fényt egy geomágneses vihar okozta. A sarki fény, ahogy az a nevéből is adódik, leginkább az északi és a déli sark környékén jellemző. Ritkaságnak számít az, hogy Magyarországon is lehet látni a jelenséget. A sarkkörön viszonylag nagyon gyakori, akár hetente, havonta előfordul. Magyarországon hát olyan 10 évente átlagban. 2003. november 20-án volt egy ennél sokkal jelentősebb, ami szabad szemmel is a zenét ígért, és eszméletlen gyönyörű volt. Aztán rá egy évre volt egy halványabb, és hát a tegnapi az még halványabb volt, szabad szemmel végül is alig látszódott, de a fényképen azért látszik rendesen. Két napkitörés idézte elő a geomágneses vihart, ami kedden érte el a Föld atmoszféráját. A napkitörés erőssége miatt lehetett hazánkban is megcsodálni a jelenséget. Ezeken a felvételeken jól látszik, hogy milyen fantasztikus színekben pompázott az égbolt. Leginkább a zöldet és a pirosat. Tehát a zöldet azt erőteljesebben lehetett látni a horizont fölött, és fölötte ilyen nagyon halvány piros csóvákat. A jelenséget hazánkban kedd este északi irányból lehetett megfigyelni, de csak olyan területről, ahol a fényszennyezés nem rontotta a láthatóságot. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a kormánya a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok megépítését. Amint egy 3000 férőhelyesre tervezett aréna 2017 áprilisában nyithatja meg kapuit, és az első osztályú kézilabda meccsek mellett nemzetközi utánpótlás versenyek, illetve koncertek megrendezésére is alkalmas lesz. A kormány tavalyi határozatában a csarnok tervpályázatára 336 millió forintot szán. Több készszúrással végződött a vita Tatabányán két férfi között. Az eset még hétfőn későn este történt. A két fél először az interneten, majd személyesen is vitába keveredett egy nő miatt. A veszekedés dulakodássá fajult, és ennek vetett véget késsel az egyik férfi. Mindkét embert kórházba kellett szállítani. A késeléssel gyanúsított 29 éves baji férfi ellen életveszélyt okozó testi sértés miatt indítottak eljárást. Rendőrökkel közösen járőröznek a Moson-Szolnoki közterületfelügyelők. A közös szolgálatok a szomszédos településre, Mosonudvarra is kiterjednek, elsősorban a bűncselekmények megelőzésére, illetve a közlekedési szabálytalanságok kiszűrésére koncentrálnak. Március 26-án Győrbe rendezik a 6. Kántáros Gálát. Az est bevételéből idén is alapítványokat és fiatal tehetségeket támogatnak majd. A borárverésen igazi ritkaságok kerülnek majd kalapács alá, a zenét pedig idén is a Győri Filharmonikus Zenekar szolgáltatja, ezúttal egy különleges vendéggel kiegészülve. Különleges borok árverése minőségi zenével és jótékonykodással egybekötve. Ez a Kantarosz Gála, amit március 26-án 6-szor rendeznek meg. A jótékonysági gála bevételéből idén a Lurko Alapítvány, a Cinkapanna Roma Kulturális Egyesület, a Gyárvárosi Óvoda, a Szent Margit Alapítvány és 4 egyéni pályázó részesül majd.
Rigler Antal elmondta, kezdeményezésük egyre népszerűbb. Nagyon sokan vagyunk már, nagyon sok jelentkező van, és nagyon-nagyon sok visszatérő vendégünk van, aki azt mondja, hogy szeretne itt lenni, mert nem akarja kihagyni, mert egy olyan jó rendezvény. A minőségi szórakoztatásról szokás szerint a győri filharmonikusok gondoskodnak. A gálán Csajkovszki és Johann Strauss dallama is felcsendülnek majd. Olyan zenéket választottunk, amiben egyrészt forróság, ugye egy jó bor megívása után, vagy egy jó pálinka után különösen mindenütt érezhetjük ezt a forróságot, nem csak a gyomrunkban és a szánkban, hanem a lényünkben is. Rigler Antal beszélt az árverésre bocsájtott borokról is, elmondta, hogy évről évre könnyebb megnyerni a borászokat, hogy felajánlásukkal segítsék a gálát. Idén is igazi borkülönlegességek kerülnek majd kalapács alá. Például a Gere Attilának a 18 literes Gere Kopár küvéje, ebből 3 palack készült az egész országban, és ez az egyetlen palack, amelyik árverésre kerül. A különleges borokat árverésre bocsátják, a befolyt összegből pedig a pályázókat támogatják. De ezen az estén nem csak a borok lesznek különlegesek, hanem a győri filharmonikusok egyik vendége is. Sikerült Füke Gézának megnyernie Bede Fazekas Csabát, aki hát egyik emblematikus színésze, énekese a Győri Nemzeti Színháznak. 50 éve immáron, hogy szolgálja a győri közönséget, és érdemes, kiváló és legfrissebb Kossuth-díjas. Ő közreműködik még hozzá nem akármivel, hanem Hári Jánosból, Tódály Zoltán remek művéből a toborzót ő fogja elénekelni. A 6. Kantarosz gálát március 26-án csütörtökön tartják Győrben a Richter teremben. Különleges vendéget fogadtak kedden a győri börtönlakók. Mester Sándor Közép-Kelet-Európa legaktívabb klasszikus gitárművésze. Évekkel ezelőtt döntötte el, hogy a klasszikus zenét olyan helyekre is elviszi, ahová ez egyébként nehezen vagy egyáltalán nem jut el. Így aztán kis falvakban és városokban is rengeteget koncertezik, most pedig életében először fogva tartottak előtt is fellépett. Klasszikus zene a börtön falain belül, Mester Sándor előadásában. Közép-Kelet-Európa legaktívabb klasszikus gitárművésze volt a vendége a győri börtönnek, és ha már ott volt, akkor bemutatta a klasszikus zene 600 évét átfogó repertoárját a fogvatartottaknak. Különleges élmény volt ez a raboknak és a művésznek egyaránt. Furcsa helyszínnek tűnhet első látása vagy hallása, de mondjuk én szokva vagyok az úgymond különleges vagy nem megszokott helyszínekhez. Több mint 10 éve foglalkozom tulajdonképpen azzal, hogy olyan helyeken is játszom, ami nem kifejezetten a nagy hangversenytermek vagy a megszokott koncerttermek. A koncert ötlete egy éve pattant ki Mester Sándor párjának a fejéből. A megvalósításban sokat segített a győri börtönparancsnok Mihály Attila is. Hajdú Eszter az elmúlt év őszén egy dokumentumfilmmel volt a vendégünk az intézeten belül, és akkor elkísérte párja Mester Sándor, aki már akkor felajánlotta, hogy egy gitárkoncerttel zárnánk az akkori filmvetítést, és akkor eldöntöttük, hogy élve ezzel a lehetőséggel egy másik alkalmat keresünk, és így jött össze az a mai nap. Mester Sándor egyébként most Portugáliában él. Ott általában brazil, illetve portugál klasszikus zenét szoktam játszani, úgyhogy nagyrészt most is azt fogok játszani, illetve még argentin szerzőtől is fogok játszani. Mihály Attila elmondta, hogy az ilyen programok sokat segítenek abban, hogy az elítéltek mindennapjai tartalmasan teljenek. Kíváncsiak, tehát a fogvatartottak ilyen értelemben mindennevők, a kultúra minden szegmense be tud jönni a börtönbe, itt a komoly zenétől a könnyű zenéig, a színháztól kezdve a vers szavalatig, mindenféle műfaj be tud jönni a börtönbe, mert amit megtanultunk itt az elmúlt évek során, hogy a kultúra minden szegmense be tud mutatkozni, és van rá fogadókészség. Mester Sándor koncertje elnyerte a rabok tetszését, a gitárművész híradónknak elárulta, hogy a börtönkoncert után európai turnéra indul, többek között Szerbia, Macedónia és Bulgária is szerepel az úti céljai között. Új képviseleti irodát nyitott Nyúlon a Generali. A biztosító értékesítési hálózatának ez a 215. fiókja. A társaság célja, hogy az ország valamennyi járásában jelen legyen. A cég filozófiája szerint ugyanis a személyes tanácsadást semmi sem pótolhatja. Ebben az új irodában várja mostantól ügyfeleit a Generali Nyúlon. A megnyitón elhangzott, a biztosító társaság mindent megtesz azért, hogy ügyfelei számára az első választás lehessen az ország egész területén. A Generali jelenleg több mint 3100 településen biztosítja ügyfeleit.
Ma már 215 településen vagyunk jelen ilyen és ehhez hasonló képviseleti irodákkal, aminek természetesen az a célja, hogy az ügyfeleinknek ne kelljen nagyon sokat utazni, ne kelljen az internet mögé vagy csak a call centeren ügyeket intézni, hanem lehetőségek legyen személyesen ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni. A társaság több mint 1100 lakást, 1200 autót biztosít a községben és környékén. Életbiztosításból mintegy 800-at kötöttek az ügyfelek. Az új iroda vezetésével Csidei Csillát bízták meg, aki 2007 óta 150 család biztonságáról gondoskodik. Generál biztosító úgy gondolta, hogy ha ezt a képviseletet megnyitja, akkor mindenféleképpen kényelmesebb lesz az ügyfeleknek, házhoz hoztuk a szolgáltatást. Ebben az irodában mindenféle biztosítást lehet kötni, tehát nem csak vagyon, személybiztosítást, illetve a vállalkozókat is ki tudjuk szolgálni. Nyúl polgármestere úgy látja, a képviselet megnyitása rangot ad a településnek. Elvileg ez egy elismerése egyrészt a település nagyságának, gazdasági és infrastruktúrális hátterének, hogy Nyúlközségben van egy olyan réteg, gondolva itt mind a magánszemélyekre, mind a vállalkozásokra, amely már kell alapot ad ahhoz, hogy úgy gondolja a generáli, hogy itt Nyúlközségben is hosszú távon fenntartható egy kirendeltségnek a megnyitása. A biztosító társaság az elmúlt időszakban több nagyobb összegű kártérítést is fizetett a községben és környékén. Egy tűzesetből eredő kárért például több mint 20 millió forintot ítélt oda a cég. Mintegy 44 millió forintból újult meg a vértesi kék túra útvonala. A vértesi erdő ZRT kezelésében lévő területeken a felfestéseket javították, és több új pihenőhelyet is kialakítottak, a régebbieket pedig felújították, és épültek új tűzrakóhelyek is. A társaság a felújításokra fordított összeget Európai Uniós pályázaton nyerte. Kihirdette bőkeretét a jövő hétvégi Görögország elleni EB-selejtezőre Dárdai Pál. A magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya a Győri Eto FC csapatából Priskin Tamásnak küldött meghívót, míg a szintén zöld-fehérben szereplő Lang Ádámra a tartalékok között számít a szakember. A magyar válogatott egyébként 4 mérkőzés után a harmadik helyen áll az EB-selejtező csoportjában. Az eddig nyeretlen görögök elleni találkozó jövő szombaton este 3:49-kor kezdődik. Megkapta az új Graboplast által gyártott sportpadló a FIBA, vagyis a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség minősítését. A nagyjából egy éves minősítési folyamat sikere azért fontos, mert a FIBA határozza meg a sportág nemzetközi szabályait, így a használható eszközök fajtáit is. Ez azt jelenti, hogy a jövőben akár világversenyeket, például olimpiát is rendezhetnek a győri tervezésű parkettán. A nyomozás lezárása előtti utolsó pillanatokban találtak a rendőrök 4 gyanúsítottat az 5 évvel ezelőtti a győri vasútállomáson meghalt lányügyében. A 22 éves áldozat kiesett a mozgóvonatból, majd egy másik szerelvény halálra gázolta. Sarki fények tűntek fel az ország több részén. Nagyon ritka, hogy ezt a jelenséget Magyarországon is látni lehet. Különleges vendége lesz az idei Kántáros Gálának a jótékonysági rendezvényen, a győri filharmonikusokkal a friss Kossuth Díjas, Bede Fazekas Csaba is fellép. Regionális híradónkban ma is, mint minden nap összegyűjtöttük térségünk kikapcsolódási lehetőségeit. Itt van Kóródi Petra, aki már is mondja, hogy mit nem érdemes kihagyni holnap. Szia Petra! Szia és köszöntöm a nézőket! Generációk balettest két részben a Győri Nemzeti Színházban. A Győri Balett műsorának gerincét Ravel bolerója, valamint Karl Orff Carmina Buránája adja. Az előadás holnap délután 5 órakor kezdődik. Bethlen Gábor és Kora címmel vándor kiállítás nyílt Győrben a Győr-Moson-Sopron megyei kormányhivatal aulájában. A tárlatot egészen április 2-áig lehet megnézni. Aztán Hanyistók, avagy a Gróf kisasszony és a Lápi szörny története Győrben. A Vaskakas Bábszínház előadásában nézhetik meg a gyerekek és a felnőttek a lápi lény legendáját. A Hanyistókot holnap 10 órától játsszák a Vaskakas Bábszínházban. Most pedig, ahogy adásunk elején ígértük, következik az időjárás jelentés. Felhőmentes és túlnyomó napos lesz a csütörtök az előrejelzések szerint Magyarország észak-nyugati felében. Csapadék kizárt és a légmozgás sem érinkül majd meg a prognózisok alapján.
Csütörtökön hajnalban -2, amíg reggel már +9 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön délutára is marad a tiszta napos időjárás, a nappali csúcs 12 fok körül alakul. Csütörtökön estére sem jeleznek borult időt, a nap végén 0 és 4 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban is marad az eseménytelen tiszta időjárás északnyugaton a hosszú távú előrejelzések szerint. Sok-sok napsütésre lehet számítani a következő napokban. Pénteken a nap elején és végén -1, amíg napközben 14 fok körüli értékeket mérhetünk majd. Szombatra is kevés felhőt és sok napsütést jeleznek, reggel és este 1, amíg nappal 14 fok valószínű. Vasárnapra már kicsit több felhőt jósolnak a meteorológusok, a reggeli és az esti órákban 3, napközben pedig 12 fok várható. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket! Önök az Oxigén televízió műsorát látták március 18-án Komárom, Esztergom és Győr-Moson Sopron megye legfrissebb híreivel. Csütörtökön este 7 órától újra várjuk Önöket. Addig pedig kellemes pihenést kívánom mindannyiuknak. Jó éjszakát kívánok, a viszontlátásra! Thank you.